Hi guys, my name is Kaman from MXGAD. Uh, I will show you uh, the Acer 2024 new helmet. Watch, protect. Uh. Ne Sziasztok, Kármelyek és az MX Guard csatornát nézitek. A Point félretéve előkészítettem itt egy pár sisakot nektek. Ugye az Acer Bisnek az új 2024-es palettája, ugye a szőt üvegszálas x sisak, és ugye a szőt karbon sisakokat készítettem ide nektek. Ugye ez az új dizájn, mindjárt meg is mutogatom, ami nekem személyes kedvencemé vált az x ez a piros-fekete-fehér ez nekem baromira tetszik, gyönyörű szép sisak. Bár motorom nincsen, de gondolkodtam rajta, hogy egy ilyenre beruházok. Aztán most elvetettem az ötletet, de ha valaki egy sokkal letisztultabb, sokkal egyszerűbb színvilágot szeretne megvásárolni, akkor őre is gondolt az Acerbis ezzel a fehér aranyjal. Illetve hát ugye maradt egy-két motivum a régi dizájnból, ugye ezzel a narancs-fekete Ö, fehér kombóval, mert ugye volt olyan sisak, ami ugyanezt a legalábbis hasonló dizájnt kapott, illetve ugyanúgy megtalálható ugye ez ugye ebbe a szép fluo fluó zöld, illetve fekete ö, illetve van ez a, ez a nagyon színes, nagyon diszkó. Ebbe biztos lehet, hogy mindenki ki fog szúrni a pályán, és mindenki tudni fogja, hogy, neked, hogy ez te vagy, mert, mert, tényleg ez nem, nem egy mindennapi sisak, ugye a szín tekintve. Illetve hát ugye a karbon sisakok KTM-eseknek, szőt karbon, ez a fekete narancs dizájn szerintem ez nagyon-nagyon nagyon jól néz ki, nagyon egyszerű, illetve hát gondoltak a Husqvarna serkó is, ugye ez a fluo matt fekete, illetve a fehér motivumokkal, ez szerintem baromira jól néz ki illetve gazgasz, bét a Honda, ez a piros fekete is szerintem lenyűgözően néz ki, tényleg azt lehet mondani, hogy a, a designerek kitettek magukért. Viszont, amit tudnatok kell ezekkel a sisakokkal kapcsolatban, ami sokkal lényegesebb, mint ugye a design, valakinek a design, de valakinek ugye a, a súly is ö, számít. Én tegnap lemértem, majd bevágok egy-két képet ugye, ezekről a mérésekről. Ezek az X-Track sisakok, illetve a karbon sisakok ugye az a 2206-os szabvány szerint készülnek már, és ezáltal ugye hát sajnos 100 grammal nehezebbek lettek, ami azt jelenti, hogy még a régebbi karbon sisak, amit itt is van egy mellettem, ugye ez a, ez a régi dizájn, ez is baromira jól néz ki, nagyon könnyű és nagyon erős. Ugye ő 960 g, az újabb karbonsisak az viszont már 1080 g lett. Ugyanez a helyzet az x sisakoknál is, mert tegnap lemértem, 1080 g a régi x sisak, és 1180 g plusz-minusz, most így hirtelen fejből nincsenek meg a pontos számok, ezért is fogom majd bevágni nektek ide a videót. Ezek is 100 g-mal nehezebbek lettek. Itt készítettem a minden tudom mérlegünket, most rá is teszem a sisakot. Aha, le is veszem a telefont. Tehát 970 g, ez az előző generációs karbon sisak 970 g-ot nyom, most leveszem, és felrakom a, a mostanit, íme, 1083 g lett az idei modell. Ugye 100 g-mal többet, mondjuk azért, azért így is pehely könnyűnek érzed, de igen, sajnos emiatt a rendelet miatt ugye az van, hogy nem lehetnek egy kiló alatti sisakok. Na tehát ugye itt van a kezemben a sisak, most föltesszük a mérlegre, ugye nullát mutat, mutasd meg szépen a nézőknek, és akkor föltesszük ugye a mérlegre, Mérlegen a valóság. Csak álljon is meg. Jó, ez 1079 g. Ugye, ami azt jelenti, hogy ugye a régebbi ö, x az körülbelül ugyanolyan nehéz, mint az újabb karbonsisak. És akkor nézzük is meg, Szóval lerakom a földre. Az újabb. Az újabb az viszont 1194 g lett, szóval itt is egy nagyjából 100 g-os súlynövekedést tapasztalunk. Ugye, ennek az új rendeletnek köszönhetően, hogy ugye nem lehet egy kiló alatti sisak. Mindegyik sisaknak az anyag vastagságán nyilván változtattak. Becsenyem. Ha esetleg bármilyen sisak tetszik nektek, akkor meg tudjátok nézni a többi képet is, a webshopunkon, illetve le tudjátok adni a rendelést, és a webshopon is látjátok, hogy melyik színből hány darab van készíteni, illetve hogy milyen méret, milyen szín. Ugye nyilván úgy variáljátok, ahogy akarjátok. A másik, hogyha pedig szeretnétek ezt személyesen megnézni, akkor gyertek be ide hozzánk, nézzétek meg, próbáljátok föl, és hogyha tetszik, akkor el is tudjátok vinni. Köszönöm, hogy megnéztetek minket, jó motorozás mindenkinek, sziasztok!